Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, ahol megnézzük azt, hogy hogyan érzi magát, belepillantunk a te érzelmi világodba, megnézzük a gondolatokat, a terveket, hogy ki vagy mi befolyásol benneteket, hogyan tovább, és hova vezet ez a párkapcsolat. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, a szerelem kertje, így hívom ezt a jóslást. A díjam az 4000 forint. És most megnézzük a te érzelmeidet. Ha te egy hölgy vagy, akkor az érzelmek itt láthatóak. Megnézzük, hogy mit mutat a kártya. Szép érzelmekre utal ez a virágcsokor, hiszen megvannak a szép gondolatok, tervek, érzelmek, a bizalom. Érzed azt is, hogy lesz itt egy szép környezet, egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék. Az is lehet, hogy úgy érzed, hogy meg kellene őt ajándékozni. És az ő érzelmei itt látható ez a park, ami jelenti a természetet, de a nyilvánosságot is. Mivel itt érzelmekről és a nyilvánosságról van szó, nyíltan fog beszélni az érzelmeiről, vagy lesz egy meghívás, és szeretne veled találkozni a nyilvánosságon. Az ő gondolatai. Itt a kereszt jelenti a hitét, hisz abban, hogy lesz egy találkozás. Hiszen a kereszt azt is jelenti, hogy a sors utatok kereszteződik. Azon kívül ez a kártya jelenti a döntéseket, hiszen elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és ezek a tervei, ezek a gondolatai, hogy hogyan tovább, milyen irányba. Ha te egy hölgy vagy, akkor megnézzük most a te gondolataidat. Itt a hold látható. Ez szimbolizálja az anyukád. Lehet, hogy az anyukádra gondolsz, vagy jelentheti az anyai érzelmeket, vagy szeretnél tőle egy kisbabát. Amit a hold még jelent, ez az éjszaka, tehát az álmok. Az álmok, a vágyak, az elképzelések. Az is lehet, hogy álmodtál valamit, és úgy gondolod, ez az álom közölni akar veled valamit. Milyen külső befolyások vannak? Itt látható ez a torony. Ez lehet egy magas, sovány személy, vagy egy nő, vagy egy férfi, aki közeledik hozzád, vagy beszélni akar veled. A torony az lehet egy nagyobb cég, ez lehet munkahelyi kapcsolat, vagy egy ajánlat. Ez a torony lehet egy nagyobb épület, iskola, kórház, vagy egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy. És milyen külső befolyás van nála? Itt a házak jelentik az ő otthonát, tehát a környezetét. Ezek lehetnek a szomszédok, vagy valaki a családból kihat rá, kíváncsi arra, hogy milyen döntéseket hoz.
És mit fog tenni? Itt a gólyák jelenthetik a változásokat, mivel itt van a közelben a ház, ez lehet egy költözködés is, vagy valami változik a családon belül. Viszont itt látható a hold, az anyai érzelmek és a gólyák jelenthetik egy kisbabának a születését is. Ha nálad vannak ilyen tervek, akkor ő fel van erre készülve, ő is szeretne családot alapítani. És mit kellene tenned a te lépéseid? Itt a szerelem istennője látható, a kezében van ez a lobogó szív, utal a szerelemre, átnyújtja számodra, fogad el az ő érzelmeit, a közeledést, ezt a szerelmet. Persze a kép azt is jelentheti, hogy mutasd ki te is az érzelmeidet. Ebben a parkban van egy szökőkút, és itt a víz mutat egy irányt, ami a jövőt jelenti, a távoli jövőt. Itt a fa jelenti a biztonság érzetét. Erre mindkettőtöknek szüksége van a biztonság érzetére, ahol le tudtok gyökerezni. Ez lehet egy szép környezet is, a természet, vagy kihat a gyógyító erőre. Az is lehet, hogy ezen a területen dolgoztok, lesz munkahelyi változás is. De ami a párkapcsolatot illeti, itt le tudtok gyökerezni. Igaz, kell még egy kicsit a türelem, hiszen egy fának is időre van szüksége ahhoz, amíg gyümölcsözik, mire itt kialakul egy tartós párkapcsolat, esetleg egy házasság, az még idő kérdése. Az eltarthat jövő év szeptemberéig. De jelenleg a kártya kihat mindkettőtökre, mégpedig a biztonság érzetére. És ez volt az általános jóslás, a szerelem kertje. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!